Nagy munkában vagyok itt Csehi-Mindszenten. Itt kérem minden a feje tetején áll. De már alakul. Tetőjavításról kijött dirib darab cserepeket, sittet és hasonlót. Fölástam ezt a részt, ide betöltöttem. Most ráhúzom ezt a homokot, és hát ugye errefele lejtett ez a terület, és most megcsinálom nagyjából vízszintesre. Úgyhogy az Isten, a természet mindig alakítja itt a dolgokat, úgyhogy igyekszem úgy alakítani vissza, hogy azért a tányérral való étkezés az ne pont ezt a fajta minőséget hozza, mint hogyha valami hajóba lennénk, vagy a valamilyen ferde bábeltornyás dologba, ahol az étel nagyon könnyedén le tud borulni az asztalról, tehát voltak érdekes étkezések, amikor tányérba óvatosan lehetett szedni, mert mondjuk nem ennyire, de tényleg ferdén errefelé lejtett észak-kelet irányba a tányér. Úgyhogy most munkára fel, ezt még eligazítom, aztán délután megyek Káldra, András barátomékhoz, Zsuzsáékhoz és a lányukhoz védikus házelemzésre. Nagyon remélem, hogy jó házat vettek, és minden átalakítás úgy fog zajlani majd a jövőben, hogy a lehető legboldogabbak legyenek ők is a területükön, a kis szabad kertes házikójukban. Szép napot kívánok mindenkinek!